város kitüntetettje 1957 és 2000 között a Szolnok mezőgépnél dolgozott különböző beosztásokban. Szerelőként kezdte és vezérigazgatóként vonult nyugdíjba. 1994-től a Jász-Nagykun Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke, majd 1997-től elnöke. 2020. szeptember 29-én 6-szor is újra választották 4 évre. Volt országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági gépgyártók országos szövetségének elnöke és számos civil szervezet vezetője. Jászsági kötődését hangsúlyozva mindig kiemelt figyelmet fordított térségünk gazdasági fejlődésének elősegítésére. Érdeme, hogy a megyei kereskedelmi és iparkamara 20 éve kirendeltséget nyitott Jászberényben. 2020 óta saját tulajdonú ingatlanban dolgozó munkatársai segítik Jászberény és a Jászság vállalkozásait céljaik megvalósításában. A kirendeltség sokrétű tevékenységével hozzájárul a kamara tagvállalatainak kiszolgálásához. A kamara meghatározó résztvevője a térség kiemelt gazdasági eseményei, mint a Jászság Expo vagy épp a szakmaválasztó kiállítás szervezésének. A kapcsolódó tevékenységekben sok esetben személyesen is részt vállal, például előadások, konzultációk megtartásával. Ugyanakkor a gazdasági vezetők részvételével tartott menedzserbálokon és gazdaságfejlesztési konferenciákon ugyancsak segíti Jászberény céljainak megvalósítását.